Sziasztok! Kijött az új cache. Egyelőre csak a workshopban találhatjátok meg. A széles szerverekre még nem került be se scrimmage-be, se sehova. Érdekes módon FM.pon oldalán van egy tök jó leírás róla, pont olyan, amit a Valve szokott csinálni az új pályákról, mint például amit Inferno-ról vagy Dust2-ről csináltak. Ezt majd belinkelem a videó leírásába, és akkor megnézhetitek, hogy mi változott a régihez képest. Ami különben elsőre is szembe tűnő az, hogy mennyire jobban kidolgozott lett, sokkal részletgazdagabb, sokkal zöldebb, talán élethűbb lett. Megnyitották a pályát, tehát nem az van, hogy ilyen kis folyosókkal rohangálunk, hanem olyan, mintha egy tényleg egy nagyobb tér venne minket körül. És ezen kívül is elég sok minden változott. Leginkább ami a játékot befolyásolja olyan változtatások, az mind a CT-knek kedveznek, megpróbálom az összes dolgot megmutogatni, ami megváltozott. Rögtön az első dolog az itt középen, ez a kis ablak, amit kaptak a CT-k, innen lehet nézni közepet, boostot, és azt érdemes megjegyezni, hogy ezek a változtatások nem biztos, hogy megmaradnak. Rögtön az egyik ilyen változtatás, ami már kiesett, mert ugye a New York-i show meccsen már láttuk ezt a pályát akcióban, és akkor ott volt egy ilyen kis hely, ahova fel lehetett ugrálni, ezt most már kivették, úgyhogy nem lehet ide felugrani, és nem lehet onnan védeni a site-ot. Biztos vagyok benne, hogy lesz még ilyen dolog, tehát ahogy majd nézik, hogy mennyire CT oldalú vagy T oldalú a pálya, úgy fog majd még ez alakulni, egyelőre ez most itt van és segít a CT-knek. Másik dolog, ami még itt bekerült középen, az a kis tető, ami részben fedezéket ad az itt megbújó CT-nek felülről, részben pedig talán megkönnyíteti a counter boostot, mert itt is fel lehet boostolni, és aztán lehet menni ki boostra, illetve ezt az ugrást is, amit esélytelen, hogy én megcsináljak, de ugye innen át lehet ugrani oda, és akkor onnan már egész könnyű felugrani a tetőre. Bekerült itt is egy kis skill jump, amit én szintén nem tudok megcsinálni, de erről a vizéről valahogy erre a peremre rá lehet ugrani, és akkor úgyhogy nem kell így megkerülnöd az egészet, és akkor feljönni és bemenni csatiba, hanem egy másik szögből is megtámadhatod a csatit. Van itt még egy dolog, ami tök érdekes, ezek a kis korlátok, ami egy plusz belátási szöget ad nektek középre. Menjünk el a B-ler, akkor gyorsan megnézzük, hogy ott mi van. Ugye mindenhol látszik, hogy más és más a kinézete a pályának. Sokkal hangulatosabb lett. Ja, igen, ezt a lámpát, ezt még itt bent hagyták, hogy erre még mindig fel lehet ugrani. Nem tudom, hogy ez bent fog-e maradni. Egyelőre itt lehet dekkolni. Látszik, a csati kilövése még mindig ugyanúgy működik, és megnyitották a csati szoba tetejét. Az azt jelenti, hogy most lehet ide begránátozni, illetve innen kigránátozni, majd meg kell nézni, hogy ez mire jó. Ja, és itt is fel lehet ugrani különben valahogy oda, tehát erre a radiátorra oda, lehet nézni innen szemből a csatit. Hogy ez jó-e vagy nem, az kérdéses. Itt nagyobb lett ez az ajtó talán, és bekerült ide egy ilyen kis hordócska, amivel szintén rá lehet látni az ott bejövő terroristákra. Ugye eddig csak itt bújhattál a doboz mögött, most már foghatsz itt is egy szöget, és lőhetsz rájuk, hogyha gondolod. Itt B előtt is, igen, itt beraktak wallbangeket, ezeket könnyebb átlőni, és akár ki lehet lőni a csati szobában bújó CT-t talán. Innen ugyanúgy be lehet gránátozni, ahogy eddig. Ami nagyon érdekes, hogy itt egészen messzire el lehet látni. Tehát ezt a Useless-nek ezt a részét úgy alakították át, hogy egész sokáig át lehet látni ebből a szögből. Ugye egészen a középső konténerig be lehet látni. Ez érdekes lehet több szempontból is, például, hogyha ideig ki tudod tolni CT-ként, akkor már azt is látod, hogyha középről ugye vissza akarnak jönni a terroristák. Úgyhogy ez egy nagyon hasznos dolog. Ez is persze a CT-knek kedvez, hogy
Eddig is a cache az nagyon sokban múlt azon, hogy mennyire tudott CT-ként kitolni valamelyik oldalát és pozíciót foglalni rajta. Itt, hogyha ideig ki tudott tolni a B-t, akkor nagyon nagy map kontrollt szerez igazából a CT csapat, és nagyon sok információhoz juthat. Ezt akartam még itt megmutatni nektek, hogy innen eltűnt ez a nagy garázsszerűség, ami itt volt eddig, sokkal nyitottabb, szabadabb érzés lett ez az egész. Ami érdekesség, hogy ide be lehet bújni, és talán lehet itt menteni fegyvert, hogyha így lefele néztek, talán nem vesznek észre, de azért valószínűleg be fognak ide nézni. Régebben fel lehetett itt ugrándozni, és lehetett innen tartani a B kijövőt, most már úgy látom, ezt nem lehet. Erre az izére is fel lehetett ugrálni, és innen is lehetett tartani. Most már ez se lehet. Na, ezt csak most néztem én is meg, de ez egyáltalán nem lehet innen a béki. Ez most a terroroknak egy nehezítés. Lehetett innen nézni, hogy kitolják-e a CT. Most már ez csak innen lehet. És lehet rendesen? Nem, és nem is lehet rendesen még innen se, mert elsúnyulhatnak a jobb falon. Szóval ki kell jönni egészen ideig, és akkor így igen, sokkal nehezebb figyelni ezt a részt. Na érdekesség még, hogy itt fel lehet ugrani erre a zélre. Na és innen lehet látni AWP-vel, hogyha valaki ott középen az ablakban kokucskál, és talán ki is lehet szedni. Illetve változott itt az A előtti rész is, ugye ez a szép kis kék szoba, meg a plüsmaci, meg a kilátás a környezetre. Tényleg egy sokkal szebb pálya lett minden szempontból. Az öreg nyikorgós. Ja, itt is jóval nagyobb lett ez a luk a falban, és minden átlőhető. Tehát ezeket itt sokkal vékonyabbak lettek ezek a falak. Szóval itt jó pár wallbanget meg lehet majd csinálni, egészen rakóra be lehet lövöldözni. Na, az állerakón szintén nagyon sok minden változott, ugye látható is, hogy a vizuális változtatásokon kívül ez a fal például most már átlőhető, ez azt jelenti, hogy itt azért nem lesz olyan egyszerű, hogy csak ide bebújsz és aztán nem csinálsz semmit, hanem itt szépen majd szét fognak spamálni falon keresztül. Másik, hogy jóval nagyobb lett ez a bejárati rész. Ez nagyon sok szempontból fontos. Fontos azért, mert innen kocsitól most már egészen rá lehet látni a rakóra, és lehet látni pontosan, hogy mi történik ott. Akár oda is lehet molotovozni, hogyha raknák a bombát. Ugye ezt meg lehetett csinálni, eddig is nem volt ennyire egyszerű. Illetve, ami még nagyon fontos, hogy eltűnt innen az a nagy épület, ami itt volt. Ez azért is érdekes, mert a MBK-re így most már be lehet gránátozni sokkal könnyebben. Akár úgy, hogy felálltok ide a kocsinak a végére, kb. Ezzel egy magasságba ide céloztok, és futásból eldobjátok a gránátot, és akkor puff, beesik ide hátra, és szépen mindent eléget. Ugye ezt meg lehet csinálni a HE-vel, stb. Úgyhogy sokkal könnyebben vissza lehet majd foglalni az A-site-ot. Terrorként mondjuk van még egy érdekesség, amit meg lehet csinálni, hogyha az ember felugrik, hogy felbusztolják ide, akkor felugorhat erre a lámpára, és innen egészen kocsiig ki lehet látni. Úgyhogy visszafele is működik ez a dolog, érdemes figyelni arra, hogy ki az, aki ott kukucskál. Ja, igen, ott lesz. Azt hiszem ennyi az, amit el kell mondani a cache-ről. Nekem különben nagyon tetszik. Tehát szép lett mindenképp, és ez persze azzal jár, hogy kevesebb FPS-ünk lesz a pályán. Egy füsttel szöszmötöltem, hogy azt megtaláljam, mert nagyon kíváncsi voltam, hogy meg lehet-e dobni, és kíváncsi vagyok, hogy most sikerülni fog-e. Igen, ide becélozni ennek a izének a tetejét, és kicsit a jobb oldalára, ugrásdobással. Visszapattan egészen, és hogyha szerencsém van, igen,
egészen idáig felpattan, és nem lehet, aha, és nagyon jó. Ez az a füst, amit lehet használni majd mély elfoglalásnál. Ugye dobtok mellé egy ilyen molotovot, ami a izé mögött füstöl, meg egy flash-t, és akkor amögött nem lehet ember, ott el van füstölve, ki kell jönni a semmi közepére, ez a flash elvakítja, és előttök mindenkit. Ez ugye az alap ilyen main foglalás cache-en. Kíváncsi voltam nagyon, hogy ezt az új pályán is meg lehet-e majd csinálni. Ez egy kicsit macerás line-up innen az ugrásdobásra, és ugye 128 ticken működik csak így, de meg lehet csinálni. Na, hát ennyit akkor a cache-ről. Mondom, majd lesz valószínűleg róla olyan videó, ahol bemutatom a gránátokat, csak kíváncsi vagyok még, hogy amikor bekerül, akkor milyen változtatások esnek még meg. Mondom, gyanítom, hogy ez ki fog innen kerülni, mert ez talán túlzás. Ugyanúgy, ahogy kikerült ez a boost is, ami eredetileg ott volt. Talán ez a lámpa is ki fog kerülni. És aztán meglátjuk. A Valve nem tud leállni, és a Vertigo-t minden áron benne akarják tartani, úgy látszik, mint versenypálya. Én nem nagyon örülök ennek. A Vertigo-val szerintem nagyon sok probléma van. Nem csak az, hogy nagyon más, mint a többi pálya, hanem az, hogy úgy más, hogy ez nem jó. Azaz, hogy nagyon kicsi az a vagy terület, ahol a csata folyik, és körülbelül úgy lehet elképzelni, mint hogyha fogtak volna egy pályát, félbevágták volna, és a két felét egymás fölé rakták volna, és az egyik felébe belül sűrítették volna mind a két lerakót. Ami szerintem nagyon zsúfoltá teszi a mapot, és részben szerintem ezt is próbálták most ezzel az update-tel megjavítani, de szerintem rossz irányba mennek. De elmondom, hogy miért gondolom ezt. Na most ami változott az az, hogy a T-kezdőről, hogyha az ember feljön, akkor ugye végül is itt ezt a középnek hívjuk ezt a részt, pedig nem közép. Ugye most már fel lehet itt jönni a létrán is ide. A középre érkezik, és a középről eddig be lehetett menni B-lerakóra. Ezen itt volt egy ajtó, most ez az ajtó eltűnt, vagy ez az a folyosó eltűnt. A booston keresztül még mindig át lehet jönni B-lerakóra. De hogyha nem a booston keresztül jön az ember, akkor kénytelen egészen CT kezdőig elmenni. És akkor CT kezdőről lehet majd minden kerülést megindítani. Szóval végig is jósan hívjuk ezt középnek, mert hogyha itt megvan a közép, akkor innen akkor nyílik egy új bejárat a B-lerakóra a buszton keresztül, illetve CT kezdőn keresztül. Csak ahhoz, hogy a CT kezdőn átmenjünk, ahhoz ugye kvázi meg kell küzdenünk az A-védőkkel is, úgyhogy nem akkora nagy előnyez. Nem is teljesen értem, hogy fog ez jól működni. Mert például egy 3-2 vagy egy split B támadásnál, amikor egy csapat egyik része mondjuk B-re jön, a másik meg középről akar B-re menni, ennek valahogy nem látom semmiféle értelmét. Mert nincs olyan lehetőség, hogy ezzel erőfölényt nyerjünk bárhol is. Hogyha megnézitek, különben jól látszik, hogy a tök mindegy, hogy a boostról jöttök, vagy innen, a CT-knek ezt a bejáratot, meg ezt a bejáratot kell nézni. Tehát ez nem igazán egy új bejárat. A másik bejárat, hogyha eljönnek CT kezdőre, az meg akkor se egy olyan nagy előny. A CT konkrétan foghatják innen ezt a részt. Itt felállítanak egy villát, és ezt a részt fogják. És hogyha ez meg van fogva, akkor igazából jók. Tehát akkor igazából az egyetlen egy ilyen összekötő útvonat, ami ára is és bére is viheti a terrorokat, azt meg tudták fogni. És ugyanúgy, tehát addig, amíg itt volt ez a másik bejárat, addig voltak opciói a terroristáknak bőven. Így úgy érzem, hogy nem is lesz értelme megtartani, és ez nem is egy kontaktpont lesz, hiszen miért jönnél ide ki CT-ként, ha csak nem azért, hogy majd a boostról oldalba lőhesd a terroristákat, ahogy bejönnek. De max ennyi az, amit elértek ezzel, csak cserébe kockáztatjátok azt, hogy itt van
védőtök, aki nagyon szét van, vagy el van szeparálva többitől. Amíg, hogyha itt van védőtök, akkor ez igazából egy két lépés alatt ott van az árakon, és az árakon is változott, és ez mindjárt megmondom, hogy azzal mi a problémám. A másik védő meg itt van, és ő is két lépés alatt ott van bélerakón, úgyhogy ha bejött, mondjuk itt azért többet kell átmenni, hogy nézem. Na, az állérakó sokat változott szintén, és ami megint nem tetszik nekem, az az, hogy itt már láttátok is az előbb, itt eltűnt egy bejárat, vagy hát kijárat, vagy akármicsoda. Itt volt egy ajtó, vagy egy folyosó, ami kivezett az állérakóra, úgyhogy most egyetlen egy csóppont az, ami, amivel a terroristák kizárhatják a CT-ket, az ez. És kész. Innen nincs opciót, hogy innen jössz, mert innen ugye nem tudsz, bezárták, csak ezen az egy csókponton kell keresztül menni valahogy. Tehát, hogyha ára lekerül a bomba, akkor vagy innen jössz, vagy kerülsz. És ugye kerülés az ugye az, hogy innen végigmész le a csatiba, vagy akárhogyan, és aztán itt föl. De mire ezt megcsinálod, addigra egy lemegy a nap, kettő, nem is biztos, hogy össze tudod koordinálni a többiekkel a bemenetet. Tehát, hogyha a terrorok megtartják ezt az egy csókpontot, akkor vége. Ugyanez a problémám itt is, hogy a CT-k megtartják ezt az egy csókpontot, akkor igazából a középen nem nagyon kell foglalkozniuk. Szóval nem tudom, hogy ezt hogy gondolták. Hát ez az én véleményem persze, én is tévedhetek, de én ezt látom. Az állarakókról még itt egy csomó minden változat, eltűnt ez a luk. Itt bekerült egy új folyosó, aminek nem tudom mi értelme van szintén, mert hogyha feljön, csak azon gondolkodom, hogy megkérdezik-e ilyenkor a profikat, és az a gyanom, hogy annyira nem kérdezik meg a profikat, hogy ők mit gondolnak erről. Vagy hogyha meg is kérdezik, akkor valahogy rosszul értelmezik a dolgaikat. Ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség, hogy nekem nincs egyáltalán igazam, és nem tudom, miről beszélek, de gyanítom, hogy ez... Tehát abból, mondom, abból, amit én itt összeraktam a kis fejemben, én azt látom, hogy ez így nem jó. Ha én pályát terveznék, én nem így csinálnám. És persze kiderülhet, hogy aztán mégiscsak így lesz ez egy jó pálya. Majd ki fog derülni. Ugye a Vertigo rengeteg átalakításon átesett már, úgyhogy azon se csodálkoznék, hogy két hét múlva megnyitnák azt a falat. És akkor ismét vagy használható pályát látnánk. Nem, mondom, én értem, hogy mit akarnak csinálni, az a gyanúm, hogy azt akarják csinálni, hogy itt több opció legyen, mert azzal, hogy megnyitották ezt az új folyosót, így nem csak egy helyen jöhetnek be a terroristák, mert eddig az volt, hogy csak itt, hogyha ára jöttél, csak itt jöhettél be, hogy itt be tudtál jönni, akkor minden rendben volt. Most már nem csak ott jöhetsz be, hanem itt is bejöhetsz, csak az a baj, hogyha itt most már bejöttél, akkor onnantól kezdve csak ezt az egy csókpontot kell mondom fogni, meg visszafele figyelni, és kész, megvan a szájt. Tehát ezt nem, egyszerűen nem hiszem, hogy vissza lehet foglalni így. Tehát mindenképp itt szükség lenne erre a megnyitásra. És ugye ez a megnyitás meg lenne, akkor sokkal nehezebb lenne fogni talán ezt a részt is. Ez az én elméletem. Csak az van, tehát az van a pályakészítéssel, meg a pályatervezéssel, hogy olyan, mint egy ilyen nagy pókháló. Egy dolgot megmozgatsz rajta, az összes többi borul. És ez nagyon-nagyon nagy belenyúlások ezek a pályába szerintem, amiket nem biztos, hogy elbír. De mondom, kiderül majd, hogy mit szólnak hozzá a profik, meg hogy hogy fog ez működni. Egy érdekesség van, amit még meg akarok nektek mutatni. Hoppá, Ursus, az medve, latinul. Milyen menő. Na, szóval, hogy a Nidline napokat megkönnyítendő, ide raktak egy kis pöttyöt, amit rász közepére, és a másik pöttyre rácélzol, és rögtön meg tudod dobni azt a füstöt, ami elfüstöli boostot. Úgyhogy nagyon kedves a Valve-tól, hogy leegyszerűsíti ezeket a dolgokat nekünk. És ez az a line-up, amit nem nagyon kell majd gyakorolnatok. Na jó, hát ennyit akkor a két pályáról. Vagy legalábbis most a Vertigo-ról. Meglátjuk majd, hogy mit hoz neki a jövő. Köszi szépen a figyelmet, sziasztok!